Tisztelt hallgatóság! Néhányan itt látom az arcokon, itt voltak tavaly is, amikor a relativitás elméletről beszéltem, és ott is volt valami alagútról szó, ahol a gonosz bakter csapdába ejtette a relativisztikus vonatot. Most valami egészen másfajta alagútakról lesz szó. Ezek kvantummechanikai és hullámtani jelenségek, az alagút effektus, és a végén remélhetőleg eljutunk a kvantumkémekig is az alagútban. Tehát ilyesmiről lesz akkor szó. Alagút látszik, kémek ott leskelődnek. No, hát miféle jelenségekről van szó? Képletek is lesznek. Hawking azt mondta, hogy minden képlet megfelezi a hallgatóságot. Itt körülbelül 42 képlet lesz, tehát 2 a mínusz 42-en fő fogja végül megérni az előadás, remélem nem így történik. Hát akartam hozni zenét is. Egyesek talán ismerik a Quantum Phantom csapdája című csodálatos mesejátékot, amelyben az elektron gyerekek elkuborolnak, nem találnak haza, mert a vasatomon lakótelepen laknak, és minden vasatom egyforma, ezért nem találnak haza. És ott találkoznak olyan családdal, akik a Potenciál hegyen laknak, és ott énekelnek arról, hogy a Potenciál hegyen túr, ahol a kultafalkú pozitron túr, meg ilyesmik. Szóval láthatóan a Potenciál hegy az megihlette a meseszerzők fantáziáját is. Hát akkor kezdjünk egy kicsit azon foglalkozni, hogy miért is nem lehet átbújni a potenciál hegyek alatt, egyáltalán mi a csoda az a potenciál hegy. Kezdjük az egyszerű középiskolás anyaggal, mindenki tudja, a földobott kőre, meg ehhez hasonló dolgokra érvényes az energia megmaradás. Egy földobott részecskének az energiája két részből áll, mozgási, kinetikus energiából és potenciális energiából, K-val jelöljük a mozgási energiát, V-vel a potenciális energiáját. A részecske mozgási energiája az tömeg per kettőször a sebességmércete, a potenciális energiája, amelyben helytől függ. Nézzük a legegyszerűbb esetet, a feldobott követ, akkor a potenciális energia M-szer G-szer H, ahol a H a magasság. Rajzoljuk le ezt a függvényt, rettentően egyszerű függvény lesz, ugye egyenesen arányos a magassággal. Berajzoltam oda néhány vonalat, mert különböző energiájú részecskéket akarok feldobálni. E1, E2, E3. Ez annak felel meg, nincs valami meleg világító, lézer nyavaja. Itt van valahol. Jó. Tehát a különböző energiájú részecskéket úgy állítom el, hogy különböző kezdősebességgel dobálom föl őket, és akkor... Köszönöm. Jó. Jó. Tehát ezek az E1, E2, E3, ez úgy preparálható, hogy megdobom ekkora sebességgel, vagy akkora sebességgel, vagy amekkora sebességgel. És lerajzolom itt a következő ábrán, ami még nem látszik, de mindjárt látszani fog. Ezen az ábrán azt rajzoljuk le, hogy miközben H magasságban van, mekkora lesz a sebessége. Próbáljuk kitalálni. Hát dobjuk föl V1 sebességgel, akkor kezdetben nulla magasságban van, és a sebessége V1, tehát ebben a pontban van, ezen az ábrán. Ezt rettentően nagyképpen úgy hívják ezt, hogy fázissík, de ezt nem kell megjegyezni. Tehát ebben a pontban van. Amikor emelkedik fölfelé, az energiája ugyanakkora, a sebessége folyamatosan csökken, magassága megnő, tehát valahogy errefele fog itt elmozdulni. Meddig megy föl? Hát tessék megnézni, itt az E1, ekkora energiája van végig, amíg mozog. Az M-szer V négyzet az pozitív. Ugye a tömeg is pozitív, a V négyzet is pozitív, és a kettes is a függvénytáblázat szerint egy pozitív szám. Az egész ez pozitív, ezért az kell, hogy ez a mennyiség pozitív. Akkor az kell, hogy az energia nagyobb vagy egyenlő a V-nél. A mozgási energia addig csökkenhet, amíg nulla lesz, negatívban nem mehet. Tehát addig érvényes a játék, amíg az energia nagyobb a potenciálnál. Hát megrajzolom az energiakonstanst, és megnézem, hogy hol lesz ez egyenlő a potenciállal. Hát ebben a pontban, ez a vízszintes metszi ezt az egyenest, ott lerajzolom, akkor ez egy H1 magasság, tehát az energia egy nagy H1 magasságnak megfelelő M-szer-G-szer H-val egyenlő. Tehát úgy fog fölrepülni a részecske, hogy amikor ideér, akkor már csak potenciális energia lesz, és a sebessége meg nulla. Hát rajzoljuk le, egy interaktív előadás lesz. Van hozzá piros tollam. Nézzük meg, mi történik. Tehát elindul V1 sebességgel, a sebesség csökken, magasság nő. És elérkezik idáig. De mi történik később? Onnan elindul visszafelé, a sebessége akkor negatív lesz, és megy lefelé, meddig, amíg el nem éri a Földet, és mínusz V1 sebességgel be nem csapódik. Mi történik, hogyha nagyobb sebességgel dobom föl, V2 sebességgel, akkor a másik energiagörbe mentén kell eddig a pontig fog eljutni, tehát egy ilyen ábrát kell megrajzolnom. Idáig megy föl,
az ott a firka nem számít, és akkor visszajön, akkor mínusz V2-vel fog megérkezni. Amikor V3-ba dobom föl, akkor ide röpül, és onnan érkezik vissza mínusz V3-ba. Persze a közbensőket is meg lehetne rajzolni, láthatóan az egész ábrát benépesítik az ilyen vonalak, ennek a mentén fog mocorogni a részecske. Nézzünk egy kicsit bonyolultabb esetet. A bonyolultabb eset az egy rugóra erősített golyó. Akik már hallották a fizikus nótát, azok tudják, hogy milyen rendszernek nevezik ezt. A fizikusok nagy képen, mert mindig latinul beszélnek, harmonikus oszcillátornak nevezik. Tehát van egy golyó, és van rajta egy rugó, és akkor ehhez a potenciális energiát úgy számítja ki az ember, hogy a rugó állandó d per 2-ször x négyzet. Az x négyzetes függvényt, ha lerajzoljuk, az egy parabola. Tehát itt most az x az pozitív, negatív lehet. Hogy lehet negatív? Hát úgy, hogy az x-et azt a rugónak a nyugalmi hosszától mérjük, tehát ahhoz képest elmehet jobbra, és akkor megnyúlt a rugó, ha balra megy, akkor összenyomodott egy kicsit a rugó. Nyilván annyira nem fogom megnyomni a rugót, hogy negatívba menjen, tehát olyan értelmes tartományokat kell csak itt megengedni az x-nek. Mindenesetre ez a parabola fogja ábrázolni a potenciális energiát. Megint különböző energiájú mozgásokat tudok vizsgálgatni, adjunk neki E1-et vagy E2-t. Megint például úgy indíthatom el, hogy ebben a pontban megpöckölöm, adok neki V1 sebességet, aztán megnézzük, hogy mi történik. Megint lerajzolom ezt a síkot, ezt az ábrát, ahol a sebesség és a koordináta összefüggése szerepel. Elindítom V1 sebességgel. Akkor x egyenlő 0 volt, tehát nem mozdult még az egyensúly helyzetből, ebben a pontban van. Megy jobbra, csökkenni fog a sebessége, hiszen a rugó egyre fékezi. Meddig? Egészen addig a pontig, amíg el nem fogy neki a mozgási energiája. Megint úgy kell megrajzolni az E1 vízszintes, hol metszi a potenciált, ugye a kettő közti kettő közti különbség az a kinetikus energia. Annak pozitívnak kell, amikor elfogy és nulla lesz, akkor ott meg fog állni, tehát eddig fog menni, eddig a pontig, és akkor így történt ez a mozgás. Utána mi történik? Hát akkor visszafordul, most volt a legkülső helyzetben, akkor áll nulla a sebessége, a rugó elkezdi visszahúzni, akkor negatív a sebesség, és jön erre felé. De most nem csapódik be a földbe, hanem megy tovább. Amikor mínusz V-sebességgel átzúg az egyensúly helyzeten, akkor megy tovább. A sebessége még mindig negatív, de egyre kisebb lesz, egészen addig, amikor az ellenkező irányba ki nem tért, és itt akkor a másik irányba van, most éppen össze van nyomva, és akkor megint megállt. Hova lett az energia? Az összes energia most a rugónak a potenciális energiaformájában van jelen, és a sebesség nulla. Utána megint elindul visszafelé, a sebesség pozitív, és így megy. Hát ez egy, ha jól rajzolom, ez nem ilyen csúcsos barack, hanem ez egy ellipszis akar lenni, és ezen az ellipszisen megy körbe-körbe. Az igazi rendszer nem ezt csinálja, mert egy kis sorroldás is van, és az le fogja fékezni, és akkor végül ide bespirálozik középre, és megáll. De ez egy ideális rugó, látszik rajta, nem rajzoltam hozzá sorródást, tehát akkor sose fog megállni, hanem így megy körbe-körbe. Mi, hogyha nagyobb kezdősebességgel indítom el, akkor nagyobb energiának felel meg a dolog, és akkor egy másik pontban fog elérkezni idáig, tehát ezt így kell lerajzolni. Húha! A írásvetítő melege megolvasztotta a tollamat, ez történt. De akkor egy ilyen ellipszisen fog körbe haladni, lehet látni. Nyilván különböző kezdősebességekkel lehet rajzolni mindenféle ilyen ábráskákat. Ez azt mutatja, hogy a mozgások tanulmányozására nagyon hasznosak ezek a potenciál görbék. Kvalitatíve akkor is tudom jellemezni a mozgást, hogyha nincsenek képleteim, nem tanultam, hogy kell megoldani a mozgásegyleteket, túl bonyolultak. Tehát szemléletes jellemzésre kiválóan alkalmas egy ilyen potenciál görbe, anélkül, hogy a matematikai részletekbe bele kellene menni. Hát nézzük tovább, hogy hogy néznek ki a bonyolultabb esetek, hogy mit lehet leolvasni. Ugye az ember nem csak potenciállal él, hanem erőről is szokott beszélni a mechanikával. Milyen kapcsolat van a kettő között? Rajzoljunk föl két különböző potenciál görbét. Miben különböznek? Egyik meredekebb, mint a másik. Mit is akar jelenteni? Ha erre megy a részecske, akkor a nagyobb lesz a potenciális energia, visszahúzó erő hat rá. Ha ilyen, akkor ugyanaz történik, csak nagyobb erő lesz. Jegyezzük meg, hogy minél meredekebb a potenciál görbe, annál nagyobb az erő. Ez az egyik alapdolog. Másik pedig, hogy az erő az arra mutat, amerre a potenciál görbe lejjebb van, tehát a leépés irányába. Ezért is nagyon jó a potenciál görbés ábrázolás, mert az ember szemléletesen érzi, hogy a golyó föl akar mászni a lejtőn, akkor lefelé húzza az erő, és minden meredekebb, annál jobban húzza lefelé. Na hát akkor ilyenekből össze lehet rakni bonyolultabb képzőművéket, itt például egy potenciál völgy.
hát a szó szerint völgy két oldalról lejt ide középre. Ha erre akarok fölmászni, akkor erre húz vissza az erő, ha erre akarok fölmászni, erre húz vissza az erő. Ha ülök a völgy fenekén, akkor nem hat rám erő. Ugye ott milyen, ott vízszintes a gödör feneke, se jobbra, se balra nem lejt, ott jól el lehet üldögélni. Mi történik, ha egy kicsit kimozdulok, elmozdulok erre, akkor visszahúz az erő. Ha elmozdulok arra, visszahúz, ha ott egy kicsit lötyögök, ott maradok valahogy. Erre mondják azt, hogy ez stabil egyensúlyi helyzet. Nem hat rám erő, tehát ott maradhatok. Ha egy kicsit elmozdulok, akkor is azon a környéken maradok. De építsünk potenciál hegyet. Potenciál hegy az olyan, hogyha ezen a lejtőn vagyok, akkor erre felé lejt, tehát erre hat az erő, ha itt vagyok, akkor arra hat. Ez egy olyan helyzet, ahol, hogyha erre mozdulok el, akkor arra lök el az erő, ha arra mozdulok, erre lök el. Ha én középen maradok, és így maradok egyensúlyban azon a ponton, akkor ott maradhatok, de egy picit elmozdulok, akkor már is erre elgurulok, ha elmozdulok, erre arra elgurulok. Olyan, mint a hegyére állított szeruza. Elvileg egyensúlyban van, de egy picit elmozdítom, bing, már el fog dőlni, és nem jön vissza a helyzetbe, az egyensúlyi helyzetbe, hát ez akkor a instabil egyensúlyi helyzet. Az ilyeneknek a vizsgálatára is nagyon alkalmasak ezek a potenciál görbék. Hát akkor utazgassunk egyet a potenciál hegyvidéken. Rajzoljunk egy ilyen bonyolultabb potenciál hegyet, és nézzük meg, hogy milyen jellegű mozgások alakulhatnak ki. Olyan a potenciál, hogy kisimul a két végén. Mit is jelent az, hogy kisimul? Ha itt vízszintes, akkor nem lejt semennyire. Akkor ott nem hat erő. Jó messzire vagyunk a hegytől, alföld van, semmiféle lejtés, szépen vízszintesen mehetünk, hogyha elindultunk valamekkora sebességgel, az a sebesség állandó. Egészen addig, amíg a hegy közelében nem érünk. Hát indítsuk különböző sebességgel ezeket a részecskéket. Nézzük meg, mi van akkor, amikor V1 sebességgel indítom, ami ennek az E1-nek fog megfelelni. Jön a részecske nagyjából állandó sebességgel, itt még nem érzi a hegyét, itt már elkezd érezni, csökken a mozgási energiája, és ebben a pontban el fog fogyni a mozgási energiája. Rajzoljuk le megint, mi történt. Elindult V1 sebességgel, csökken, és ebben a pontban megérkezik ide. Utána mi történik? Miért nem marad ott? Nulla a sebessége, miért nem marad ott? Tessék észrevenni? Itt, ahol éppen ebben a pontban vagyunk, itt a hegy lejt. Nem tud megkapaszkodni szegényke, mert hat rá itt a lejtésnek megfelel erő, löki lefelé. Mint a földobott kő. Éppen nulla a sebessége, de nem maradott abban a pontban, jön visszafelé. Ezért onnan visszafordul és negatív sebességgel elindul az ellenkező irányba, így né, és így fog itt távozni. Ha V2 sebességgel indítom, akkor meg lehet keresni az E2-esnek megfelelő pontot. Hát az itt van, akkor idáig megy és visszafordul. Uha! A paca nem tartozik az ábrához. Mi történik, ha egy kicsit nagyobb sebességet, nagyobb energiát adok neki? Nézzük meg ezt a felső E3-ast. Hát az a görbe, az már valamivel ott a hegycsúcs fölött van. Mit is jelent? Csökken a potenciál, a kinetikus energiája, a mozgási energia csökken, de nem fogy el. Amikor a hegycsúcs fölött van, még mindig van neki egy kicsin kis energiája. Ezt úgy lehet lerajzolni, hogy a V3 sebességgel indult, csökken neki a sebessége, de még mindig van itt valamennyi. Aztán utána mi történt, amikor túlmegy? Itt már megint nőni kezd a sebessége, és zsum, így visszagyorsul. Ha még nagyobb energiával indítom az E4-es görbére, akkor is itt lelassul, de már nem annyira lassul, mert nagyobb sebessége marad neki, és így fog tovább menni. Lehet látni, ilyen ábrákat lehet rajzolni, tehát egy ilyen potenciál görbét át tudok fordítani a mozgások leírására, és ebből ki tudom deríteni, hogy hogy is mozog a részecske. Mi ebből a tanulság? Hogyha a részecskének elég nagy energiája van, akkor átmegy a potenciál hegy fölött. Mennyi energiájának kell lenni? Többnek, mint a potenciál hegy csúcsának a potenciális energiája, mert akkor még ott is van neki mozgási energia, pozitív, és áthúz fölötte. Mikor nem megy át a hegy fölött, hogyha kisebb az energiája, mint a hegynek a magassága. Tehát, hogyha így néz ki a helyzet, folyamatosan csökken a kinetikus energiája, miközben közeledik a hegyhez, itt még ilyen nagy volt, itt ennyi, ebben a pontban nulla lesz a mozgás energia, paf, visszafordul. Nem bújt el. Milyen kellemes lenne, hogyha tudnánk fúrni egy alagutat a hegyen, és akkor átmehetne. Akkor nem kéne fölmászni oda a havasokba. Hát ezt csináltak Frodoék is, hát de más kérdés, hogy kivel találkoztak ott be. No, ennyit egyelőre a részecskékről, később vissza fogunk térni a részecskékhez. Most foglalkozunk egészen mással a hullámokkal. Lássunk át a vason. Próbált már valaki átnézni a vason?
Hát mindjárt megnézzük, hogy hogy kell. Hullámokat fogunk vizsgálgatni. Az egyszerűség kedvéért fényhullámokat, amiről beszélek, az mindenféle hullámra, például rugalmas hullámokra is érvényesek a dolgok, de fénnyel mindenki foglalkozott. Engedjünk fényt merőlegesen egy üveg tömbre. Fényről mindenki tudja, hogy hullám. Rajzolgassuk meg a hullám fontokat. Ugye úgy képzeli az ember, hogy hullám dudorodik, homorodik, stb. Keressük meg azokat a helyeket, ahol a hullám éppen a legmagasabb, és azokat összekötöm, akkor megkapom így a hullám hegynek a vonulatát, és azok a zöld ábrák. Ha hullám hullámzik, akkor bizonyos távolságonként követik egymást ezek a hullámhegyek, azok közti távolságot hívjuk hullámhossznak. Jött a vákumban a fény, aztán bemegy az üvegbe, ott sűrűbben rajzoltam a hullámokat. Vajon miért rajzolja az ember sűrűbben? Tudjuk, hogy az üvegben a fénynek kisebb a terjedési sebessége, mint a vákumban. Ez nem kusz, mert a vákumban a legnagyobb a terjedési sebessége, és annál gyorsabban semmi sem mozoghat, mint a fény a vákumban. Hát amikor bement az üvegbe, ott lassabban fog menni. Na most, mindjárt majd lesznek számolások is, hogy milyennyire kell lerajzolni ezeket. De mi történik itt fizikailag? Hát jó, az ember elfogadja, hogy lassabban megy a hullám, de miért megy lassabban egyáltalán? Miért megy az üvegbe? Hogy működik a hullám? Ilyenkor az ember azt mondja, hogy hagyjuk a csodába ezt a klasszikus leírást. Ezt úgy szokták mondani, fenomenológiai fizika. A jelenségek leírása, ahogy a 19. században összegyűjtötték a világ összes jelenségét, írtak ekkora nagy fizika könyvtárakat, kémia könyvtárakat, biológiát, beírták az összes állatot, az összes vegyületet, az összes fizikai jelenséget, és letették azt, hogy most mindent tudunk. Ez a leírás tudom. Aztán később jött az, hogy meg is akarjuk érteni, meg akarjuk magyarázni, és akkor ástak az emberek mélyebbre, és azt mondták, hogy a legtöbb a köznapi életben tapasztalt optikai, mechanikai, termikus, stb. Jelenség az azzal magyarázható, hogy az anyag atomokból áll, kis részecskékből, és azok között mindenféle érdekes dolgok történnek, és ennek a következménye az, amit itt makroszkopikusan látunk, a mikroszkopikus szerkezetnek a makro megnyilvánulásai. Hát mi történik itt igazából? Hát a fény az elektromágneses hullám. Abban rezeg az elektromos erőtér. Az anyagban meg elektromos töltésű részecskék vannak. Kisebbek meg nagyobbak. A nagyobbak az atommagok, azok jó lomhák, több ezerszer nehezebbek, mint a kis könnyű elektronok. Nyilván miket fogja, melyik részecskéket fogja megrezegtetni először az elektromágneses hullám? A könnyű részecskéket, az elektronokat. Hát első közelítésben tekintsük el, hogy az atommagok is van töltése. Ott vannak, úgy képzelhetjük el nagyon durván, mint hogy a kis rugóval oda lennének kötve, mondjuk az üvegnek az atomjaihoz. Az elektronok, jön a hullám, megrezgeti őket, pont olyan modellt kapunk, mint az előbb, a rugóra kötött részecske, bing-bing ott elkezd rezegni. Na de, hát az elektronnak töltése van, egyebek között azért tudja megragadni őt az elektromágneses hullám, mert csak a töltött részecskéket mozgatja az elektromos erőtér. Hogyha egy részecske gyorsul, töltött részecske gyorsul, akkor ő maga is sugároz ki elektromágneses hullámokat. Tehát a következő lépés ennek a folyamatnak az, hogy a sok különálló kis részecske az mozgás közben sugároz. Különböző részecskék sugároznak, és az így kisugárzott hullámok összeadódnak, és abból összeáll egy ilyen eredő hullám. Ezt így lehet valahogy lerajzolni. Bejött a hullám, ez a külső hullám, itt vannak az elektronok. Most csak néhányat rajzoltam le abból a 10-20-valahányadikomból, amennyi ott van, és elkezdenek így rezegni, és mindegyik, amikor rezeg, maga is kibocsát újabb elektromágneses hullámokat. És az a sok hullám így egyesül, és végül kialakul belőle az a hullám, ami a közelgében, az üvegben terjedő elektromágneses hullám. Na most, hogy kell kiszámítani a sok pici elektronnak a hullámjaiból az eredő hullámot? Hát tessék eljönni ide fizikusnak, és 2 év múlva lehet belőle dolgozatot írni. Jó, tehát ezt tanítjuk, csak kicsit sokat kell hozzá matematikát tanulni. Tehát megvannak rá a módszereink. Azt hiszem, ezt valamelyik titkosszolgálat embere mondta először így. No, hát akkor nézzük csak meg, hogy kell ezt érteni. Mekkora is, milyennek az eredménye? Az jön ki, hogy ezek a hullámfrontok itt sűrűbben vannak, mint itt kint. Tessék megnézni, itt a lambda egy. Mit is jelent ez? Van egy ilyen karakterisztikus idő, a periódis idő, ami alatt a hullám így visszatér. Egy adott helyen állok, akkor mit látok? A hullám így fölmegy, meg lemegy. Hogyha kívülről nézem, tehát a helyfüggését is nézem, akkor ilyen hullámokat látok, de ha egy helyen vagyok, akkor azt látom, hogy emelkedik, lemegy, emelkedik, lemegy, és ezt akkor egy periódis idővel tudom jellemezni. No, de mit jelent a hullámsebessége? Egy periódis idő alatt pont annyit megy odébb, mint egy hullámhoz. Mert itt most dudorodott, várok egy kicsit, és megint dudorodik, az alatt eljutott ez a hullám, eljutott idébb. Tehát ez a kapcsolat áll fenn a hullámhoz, a sebesség és a periódis idő között. Hogyha az jött ki, hogy itt a közegen belül kisebb a hullámhoz, akkor ahhoz kisebb
sebesség tartozik. Tehát úgy is mondhatom ezt a jelenséget, hogy a közegben, az üvegben a fény sebessége kisebb, mint kint a vákumban, de úgy is mondhatom, hogy rövidebbek a hullámok. A periódus idő nem változik, valaki elkezdte így rezgetni, akkor ugyanazzal a frekvenciával rezeg, akárhol nézem, miközben ez a hullám terjed. A katonák dübörögnek adott lépésszámmal, amikor mocsárban mennek, akkor rövidebbeket lépnek. Körülbelül így kell az egészet elképzelni. Jó, tehát ezek az alapjelenségek és ezek az alapmennyiségek, amikkel itt foglalkozni fogunk. Milyen közegről volt szó? Üvegről. Ugye az volt a modell, csak úgy mellékesen elejtettem, hogy az elektronok oda vannak rögzítve az atomokhoz. Tehát vannak másfajta anyagok is, azt úgy hívják, hogy fém. A fémben úgynevezett szabad elektronok vannak. Amikor a fémet összerakta valaki sok kicsi atomból, akkor a legkülső elektronok leszakadtak, és olyan kóbor elektronokká váltak, akik az egész fémdarabon belül szabadon tudnak mozogni. Annyi van belülük, mint amennyi az atom volt, stb. Mindegyikről leszakadt egy, de szabadon mozognak. Nincsenek hozzákötve az atomokhoz, ezért könnyen elmozdulnak. Hogyha sok elektron együtt könnyen elmozdul, azt hívjuk elektromos áramnak. Megint csak csináljuk ezt, hogy engedjünk be fényt ebbe a rendszerbe, bejön az elektromágneses hullám, és elmozdítja az elektronokat. De azok most nincsenek rugóhoz kötve, hogy akkor ilyen mozgást végezzenek, hat rájuk az elektromos erő, megindulnak együtt, megindul az áram. Tehát a fémre elektromos hullám esik, akkor megindul az áram. De a fémnek ellenállása is van, mindenki írt, már dolgozódok a U1 R-szeriből, tehát tudjuk, hogy van ott ellenállás. Mi történik az ellenállással? Tessék itt megnézni. Áramot bocsátok át fémmel, olyan meleg lesz itt, hogy na. Tehát az energia egy része hővé alakul, amikor az áram az ellenálláson átfolyik. Minek az energiájáról van szó? Szóval honnan van energia? Bejött az elektromágneses hullám a közegbe, és elkezdte mozgatni az elektronokat, és azok viszont az energia egy részét hővé alakították. Mi történik? A hullám terjed tovább, de kisebb amplitudóval. Azaz valamennyire elnyelődik az energiája, szétoszlik ott és hővé alakul. Ezt így lehet lerajzolni. Itt a fém, bejött a hullám, itt kinn a vákuumban adott amplitudóval rezget, bemegy ide és csökken az amplitudója. Megy befelé és egyre kisebb lesz az amplitudója. Ugye a matematikusok ilyenkor kiszámolják, hogy sose lesz pontosan nulla, mert mindig feleződik. Fizikusok tudják, hogy amikor az amplitudója már kisebb, ott, amit már el sem tudom rajzolni, az már gyakorlatilag nulla. Jó? Tehát azt mondja az ember, hogy néhány ilyen hullámzás után bizonyos mérségben gyakorlatilag már nincs hullám. És ezért nem hatol át a fémen a fény. Ugye arról volt, hogy át akarunk nézni a vason, de hát nem nézünk át. De azért jegyezzük meg, hogy áthatolni nem hatol, de behatolt. Tehát benne a fém belsejében itt azért vannak hullámok, csak egyre gyengébbek, ahogy megyünk. Ez a klasszikus optika szempontjából ez egy tiltott tartomány volt. Ide jön, aztán nem megy tovább. A hullámtan szempontjából is tiltott tartomány, de azért mégiscsak bement az a fény, és ott benne, abban a tartományban is van egy kis rezgés. Behatolt, hát lassan elfogyott, nem bírta sokáig, de azért bement. Hát használjuk ezt ki, és most vegyünk egy vékony fémréteget. Ha egy vékony fémréteget teszünk ide, akkor mi történik? Beeresztjük a hullámot, itt kint A egy amplitudóval rezget, bemegy és elkezd csökkenni az amplitudó, de egyszer csak véget ér ez a közeg. A katonák kigyalogoltak a mocsárból. És innentől mi történik? Itt akkor már, ami kijött, hát onnan már vidáman megy tovább, és már nem csökken tovább az amplitudója. Itt már nem kelt áramot, ez már egy másik szigetelőközeg vagy a vákum, ahol a hullám csillapodás, gyengülés nélkül tud tovább terjedni. Az történt, hogy a bejövő hullám, hát itt mindenféle viszontagságon ment át, de utána lesz egy kimerő hullám, ami megint egy rendes, szokásos módon terjedő hullám, csak kisebb amplitudóval. Tehát innen megint állandó amplitudó, csak az amplitudó kisebb. Hogy lehet ezt kihasználni? Talán többen láttak olyan fényképeket, hogy a Holdon jártak az űrhajósok. Időnként vitatják, hogy jártak, de tényleg jártak. És ott készültek fényképek, tessék megnézni, nagyon szép és dekoratív fényképek vannak. Ugye egyik űrhajós lefényképezi a másik. Tehát a Holdon nem volt túl sok izgalmas egy dolog, ezért egymást fényképezték. Lefényképezte a másikat, mit lát? Ott a nagy gömbölyű sisakja, és abban tükröződik az az űrhajós, aki a fényképet készíti, és az ő sisakjában tükröződik az egyes számú űrhajós, és ez oda-vissza. Miért ilyen marha jól tükröző a sisak? Miért hordtak tükröt a fejükön? Azért, mert a Holdon nincs légkör,
Nálunk itt a napnak a fényét a légkör tompítja, és ezért a szemünket nem nagyon bántja. Hogyha a Holdon járkálnánk csak így, eltekintve az oxigén hiánytól, csak egyszerűen puszta szemmel néznénk ott, akkor rettentően fényes, éles fényeket látnánk, meg rettentő sötéteket. A szemünk pillanatok alatt tönkre menne. Tompítani kell. Hát mivel tompítsák? Azt csinálták, hogy az űrhajósok siksakja úgy készült, hogy két műanyag réteg közé, urizálunk, aranyat gőzölögtett. Vékony réteg arany volt a két sisak között, vagy a két műanyag réteg között, amikor bejött a napnak a fénye, amilyen rettentően a amplitúdó volt, pontosan ezzel, amit itt rajzolgattam, legyengült, és utána itt már sokkal gyengébben ment tovább, mégpedig hogy körülbelül 0,5%-a ment tovább a fénynek. Egy része ott elnyerődött, és a nagyobbik része meg visszaverődött. Ezért volt olyan jó tükör, mert a nagy részét visszaverte, és ezért kívülről ilyen érdekes tükrözési effektusokat lehetett fényképezni. Mindenesetre ezt egy ilyen aranyréteggel valósították meg. Néhány évvel azután, hogy jártak a Holdon, elhoztak egy ilyen űrruhát, és Pesten meg lehetett nézni a nemzetközi vásárba, sőt, föl lehetett tenni a sisakot. Nekem volt egy ilyen sisak a fejemben, szóval egészen döbbenetes volt. Nem láttam semmit. Nyilván nem a Holdon voltunk, és nem volt olyan erős a fény. Olyan, mintha egy ilyen zárt gömböt tett volna az ember a fejére, de ott, ahol kívül rettentően erős fény, akkor bejön az a 0,5%, és az már pont jó. Tehát ezt az effektust, hogy a fém réteg legyengíti a fényt, ezt így ki tudták használni. Tehát vegyük észre, hogy mi történt. Tudjuk, az előbb megbeszéltük, hogy az ilyen tiltott tartományokban behatol a fény, de ha elég vékony, akkor át is hatol. Akárcsak egy alagúton menne át az a bizonyos részecske a tiltott potenciálhegy alatt, ahova hogy az első gondolatunk szerint nem mehetne be, de mégis valamilyen értelemben átment. Ezt hívják alagút effektusnak, és ezt fogjuk itt a továbbiakban is vizsgálni. No, most valami egészen másról lesz szó, amiről aztán kiderül, hogy ugyanez. Teljes visszaverődést is mindenki tanult a optikában. Gondoljuk meg egy kicsit, hogy mit is jelent. Ehhez el kell kezdeni megint foglalkozni a sík hullámokkal. Vannak ezek a bizonyos hullámok, terjednek, most ne egy irányba, ne egy dimenzióban terjedő hullámokat, hanem síkban vagy térben terjedő hullámokat tessék elképzelni, mert azért rajzolom Ferdére. Itt vannak ezek a hullámfrontok, a hullámhoz mindig erre merőlegesen kell mérni. Itt vannak ezek a mennyiségek, hullámhoz periódusidő és hullámsebesség. Szokták még bevezetni, a fizikusok ezt nagyon szeretik, mert szeretik az omega betűt. Két pi per a periódusidő, azt hívják körfrekvenciának. Egy per a periódusidőt hívja mindenki frekvenciának. Hát mi még meg is szorozzuk két pivel, mert nagyon tudjuk a matekot. No, most, tessék kiállni a Dunapartra és megnézni, amikor megy egy hajó, és a hajó orra hullámokat kelt, azok így Ferdén terjednek a hajóhoz képest, és kiérnek a partra. Ha itt megnézzük benne a vízben a hullámokat, akkor a hullámokra merőlegesen megmérhetjük a hullámhoz. Itt is látszik, hogy ennyi a hullámhoz. A hullámok kiérnek a partra, nagyon jól lehet nézni, hogy végig söpörnek a parton, viszik el a kavicsokat, meg a horgászok halait, meg egyebeket, és akkor ott is van egy ilyen hullámhoz, megnézzük, hogy milyen távolságonként érkezik az a hullám. Láthatóan ez a szakasz, ez nagyobb, mint ez a szakasz. Stimmel? Tehát ott a parton nagyobb ez a szakasz. Mi múlik? Hát lényegében ennek a Ferdén álló hullámnak a parthoz képest is szögén múlik ez a dolog. Hát rajzoljuk le ezt egy kicsit részletesebben, vizsgáljuk meg ezt a jelenséget. Menjen így Ferdén egy hullám. Lerajzolom az XY koordináta rendszerbe. Itt megy Ferdén a hullám. Jönnek egymás után a hullámfrontok. Hát ha valaki az X tengely mentén méricskél, akkor lát itt egy ilyen hosszúságot. Nevezzük lambda X-nek, tehát az X irányú hullámhoznak. Itt pedig, hogy milyen távolságonként mérzi az Y tengelyt, azt elnevezhetjük lambda Y-nak. Ha meg merőlegesen méricskélünk, az meg pont a lambda. Nem, mert összerajzolja ezeket egy háromszögbe, akkor kiváló, remélem mindenki otthon nézi meg. Hát a matekorán ismét derékszögű háromszögekkel találkoztunk. Itt van az a derékszögű háromszög, itt is látszik, az egyik oldalon a lambda y van, itt meg a lambda x, és ennek a háromszögnek az átfogóhoz tartozó magassága pont a lambda. Ha valaki tanulta már koszinusz szinuszt, akkor fölírhatja ebben a derékszögű háromszögben a szinuszt, az a lambda per lambda y, a másik háromszögben meg a lambda per lambda x, az a koszinusz. És tudjuk, hogy színusz négyzetnek koszinusz négyzet az pont egy, ide be lehet helyettesíteni, ezért ez a döbbenetes összefüggés alakul ki itt a hullámhosszok között, hogy az egyik hullámhossznak a négyzetének a reciproka, meg a másiknak a négyzetének a reciproka, az pont az így mért hullámhossznak a reciproka. Innen rögtön látszik, hogy a lambda x meg a lambda y az nagyobb, mint a lambda, hiszen a reciprokaik adódnak össze, reciprokaik négyzete.
Na, akkor mit csinálnak a fizikusok? Bevezetnek egy olyan érdekes vektort, amiben a hullám hosszaknak a reciprokai vannak, és már megegyeztünk, hogy szeretünk nagyképeskedni, megszorozunk két pivel is őket. Ez a mennyiség, így együtt, ezt hívják hullámvektornak. Hogy kell egy vektornak a hosszát kiszámítani? Pitagorasz tételt mindenki tanult, ugye a vektor komponenseinek a négyzetét kell összeadni, és aztán gyököt vonni belőle. Na de itt volt éppen, hogy a reciprokok négyzetének az összege, az pont a lambdának a négyzete. Tessék ránézni, mit kapunk, hát akkor az egész az a két pi per lambda lesz. A lambdára még valahol ott följebb fölírtam, hogy az c szer t, írjuk be a c szer t-t. No, de ott vagy két pi per t, az meg mi volt? A kedvencünk az omega. Ezt a nevezetes összefüggést kaptuk, hogy a körfrekvencia és ennek az olyan hullámvektornak az abszolút értéke között fönnáll egy ilyen összefüggés. Fizikusok mindig ilyen összefüggésekkel, relációkkal írogatják le a különböző hullámjelenségeket. Hát ez a legegyszerűbb, bonyolultabb hullámokra ezek az összefüggések bonyolultabbak lesznek majd ezt, ha ismét aki jön majd ide fizikusnak, az ilyenekből is fog dolgozatot írni. Na ezek után akkor ennek segítségével megpróbáltuk megérteni, micsodát? Hát a fénytörésnek a Snellius-Descartes törvényét. Mindenki tanulta. Mit jelent a Snellius-Descartes törvény? Jön a hullám, két közeg van itt, mondjuk az egyik az a levegő, a másik meg üveg. A levegőben nagyobb a fénysebesség, mint az üvegben, bejön és itt megtörik a fény. Ezt mondja a Snellius-Descartes törvény, hogy ennek a szögnek a színusza per ennek a szögnek a színusza, az pont megegyezik a törésmutatóval, a törésmutató pedig ennek a két fénysebességnek hányadosa. Most úgy rajzoltuk, hogy ez nagyobb egynél. Jó, rendben van ez a Snellius-Descartes törvény, Snellius meg Descartes vett egy szögmérőt és méricskét, és abból rájött erre. Annak hogy lehet ezt megmagyarázni? Természetesen, hogyha a mélyírásunk a dolognak, akkor a hullámokról van szó. Jönnek be a hullámok. Itt a felső közegben ebbe az irányba mutat a hullámvektor, arra merőlegesek a hullámfrontok. Ha megnézzük az előző ábrához képest, itt van ez a bizonyos alfa szög. És a hullámokra merőlegesen mérjük itt a két hullámfront között ezt a lambda egyet. Itt vannak ezek a dudorok. Úgy megy át a hullám az egyik közegből a másikba, hogy ahol az egyik közegben dudor volt, az folytatódik a másik közegben is dudorral, tehát ez a vonal folytonosan megy tovább a másik közegben. Csak hogy ne felejtsük el, a másik közegben kisebb a hullámhoz. Az előbb, amikor így ment a hullám, akkor csak úgy kellett rajzolnom, hogy párhuzamosak voltak, itt meg sűrűbb párhuzamosak, most viszont arra is ügyelnem kell, hogy ezek folytonosan menjenek tovább, ezért itt ferdébbre kell rajzolnom a vonalakat, hogy ez az így keresztbe mért hullámhoz, az kisebb legyen, mint az itteni hullámhoz. És ezért a hullámnak a terjedési iránya megváltozik, errefele fog terjedni, kicsit be kellett neki dőlnie ahhoz, hogy ez a lambda kettő itt kisebb legyen. Ha kirajzolom ezt a kis részletet kinagyítva, két egymáshoz képesti szomszédos hullámfront, amik között a távolság itt egy lambda 1, itt meg lambda 2, hát itt van éppen az alfa szög, ott a béta szög, nézzük ezt a kettő közötti szakasztott a elválasztó egyenes mentén, azaz A, megint csak föl lehet írni, itt vannak csodálatos derékszögű háromszögek, a fél fizika derékszögű háromszöggel leírható, a lambda 1 az nem más, mint az A-szor színusz alfa, a lambda 2 pedig ebből a háromszögből az A-szor a színusz béta. Hát akkor vegyük a kettőnek a hányadosát, akkor az A-val lehet egyszerűsíteni, színusz alfa per színusz béta, az pont megegyezik a lambda 1 per lambda 2-vel, rendben van. Behelyettesítjük, hogy mi az a lambda. C1-szer T, az meg C2-ször T. A T az ugyanaz, az egész rendszerben a hullámok ugyanakkor a periódussal rezegnek. T-vel egyszerűsítünk, megkapjuk azt, hogy C1 per C2, ez pont a Snellius-Descartes törvény. Ez mélyebb, mint hogy leolvastuk a kísérletekből, mert megmagyaráztuk egy ilyen hullámtani dologgal. Pontosabban ebből következtetek annak idején, hogy a fény meg egyéb ilyen jelenségek hullámok, mert ezzel a modellel jól meg lehetett magyarázni azt, amit kísérletileg kimértek, hogy mi közelnek az egésznek a színuszokhoz. Rendben? Azt is vegyük észre, hogy ha az első közegben nagyobb a hullámsebesség, mint a másik közegben, akkor a beesési szög nagyobb, mint a átment hullámnak a szöge. Ha meg fordítva vannak, akkor meg a szögek is fordítottak. Hát nézzük ezt az utóbbi esetet, amikor a sűrűbb közegből megy ritkábbra. Sűrűbbnek hívják azt, ahol kisebb a fénysebesség, aminek érzők a fény ott, hogy küzdködik, és sűrűbb közegben lassabban megy. Ezért szokták így mondani. Hát akkor nézzük ki ezt az esetet. Ekkor a beesési szög kisebb, mint ez a törési szög, az átment hullámnak a szöge, hiszen a C2-es az nagyobb, mint. Kezdjük el változtatni ezt az alfa szöget. Mi történik akkor?
Hát az alfa szög az először mondjuk ekkora kicsike volt, hát a béta az nagyobb nála. Ha az alfát megnövelem, akkor a béta is megnő. Igen? Mi történik? Na. Végül mi történik? Ha az alfát eléggé megnövelem, akkor a béta eléri a 90 fokot. Ezt a szöget, amikor ugye itt az alfa éppen olyan, itt már 90 fok lesz, ezt szokták kritikus szögnek hívni. Rajzoljuk le megint külön ezeket az ábrákat, hogy is van. Ebben az esetben még ez ugyanolyan, mint az előző ábra volt, itt van a lambda 2, és itt lenne egy ilyen derékszögű háromszög. Ezt az A-t, ezt a felső közegből ki tudom számítani, hogy mennyi is volt. Itt a lambda 1-ből, meg ebből a beesési szögből tudom, mennyi az A. A lambda 2 az adva van. A kettes közegben tudom, hogy mennyi a lambda 2. Stimmel? A kettes közegnek a fénysebessége szorozva periódus idővel. Addig, amíg a lambda 2 az A-nál kisebb, addig akkor ebből ki tudom számítani ezt a színuszt. Ha a színusz az kisebb egynél, egynél kisebbel osztunk, akkor nagyobbat kapunk, minden oké. No de, mi történik ekkor, amikor éppen elkezdik? Ez itt, hogyha jól rajzoltam, ez merőleges akar lenni. Amikor ez az A, ez pont megegyezik a lambda 2-vel, akkor érkeztünk erre ez a kritikus esethez, akkor itt ebben a közegben már erre megy a hullám. Ezt rajzolta az ember szimbolikusan így, hogy itt már 90 fokba megy. Próbáljuk tovább dönteni ezt a növeljük az alfát. Mi történik? Hát nem lehet tovább növelni. A színusz az nem lesz nagyobb egynél sehogy. Nem tudom úgy változtatni ezt az ábrát, hogy a itteni lambdához képest itt az át meg tudja változtatni. Mi történik? Nem lehet megoldani a problémánkat. Hogyha a beesési szög nagyobb, akkor nincs ilyen megoldás, nem tudok ilyen ábrát rajzolni. Erre mondja az ember azt, hogy akkor nem megy be a hullám a kettes közegbe. Tehát matematikailag úgy jött ki, a színusz alfa. Hoppá. Ekkorát hazudtam? Vagy mi történt? Színusz alfa per... Igen. Színusz alfa per színusz bétát nem lehet kielégíteni. Itt most azt mondjuk, hogy a hullám nem terjedhet tovább ebben a kettes közegben. Erre mondjuk, hogy a kettes közeg az egy tiltott tartomány. Már megint emlékeztet arra, amivel kezdtük, amikor a részecske nem mehet be a potenciál hegybe, az egy tiltott tartomány, nincs megoldás a problémáknak. Ugye a hullámok másképp viselkednek a tiltott tartományokban, mint a részecskék. Az előbb már beszéltünk arról, hogy a hullám, ha nem is terjedhet tovább, de azért behatolgat abba a kettes közegbe, a tiltott tartományba. Tehát tudjuk, hogy a hullám behatol, és amíg még a geometriai optikában így mondtuk volna, hogy amikor ez a bizonyos alfaszög nagyobb, mint a kritikus szög, akkor teljes visszaverődés van, ha jól rajzolom, akkor ez a kettő egyforma. Visszaverődik, és a másik közegben nem megy át, a kettes tartományban nincs fénysugár. A geometriai optika helyett a hullámoptika, a fizikai optika mást mond. Visszaverődik a fény, rendben van, bejött akkor amplitudóval, visszaverődik, rendben van, de behatol egy kicsit a kettes közegbe, csak csökkenő amplitudóval. Megyünk lefelé, egyre gyengébb lesz. Hogyha ott benne a kettes közegben egészen közel vizsgálódnék, akkor még észlelnék valami kis gyengús fényt. Úgy, mintha belebújtam volna az előbb abba a fénybe, a fém darabba, ott is észleltem volna még valami elektromos hullámat. Na mi a következő lépés? Emlékezünk az előzőre. Vegyünk egy vékony réteget. Hát most ne, ez a kettes közeg ez ne legyen vastag, hanem csak egy vékony tartomány, ez érjen véget. Akkor az ábrát úgy kell lerajzolni, hogy volt a bejövő hullám, van a visszavert hullám, itt a gyengülő hullám, de amikor egyszer csak vége van ennek az erdőnek, akkor onnan kimehet, kicsit legyengülve, de törve, jó, de törve is, igen. Tehát a megfelelő kicsi amplitudóval tovább megy. Áthatolt. A tiltott tartományon, ahova a geometriai optika szerint nem hatolhatott volna be, azon átment az émerő hullám. Nem egy bot, ami visszaverődik, vagy egy golyó, aminek vissza kell pattani a falról, hanem hullám volt. Mondhatjuk szimbolikusan, hogy alagutat fúrt azon a potenciálhegyen, és átment a túloldalra. Na jó, hát ez a fény volt. Na de miközben van ennek az elején megbeszélt részecskékhez? Hát a részecskékről ugye azt kell tudni, hogy megint csak, ha valaki hallotta már a fizikus nótát, úgy kezdődik, hogy részecske vagyok, vagy hullám. Kvantummechanikának az a válasza, hogy és. Részecske is vagyok meg, hullám is, egyszerre, és hogy ezt hogy kell együtt érteni, arról szól a kvantummechanika matematikája. Döbrölli találta ki ezt először a 20-es években. Vegyünk egy
részecskét, aminek M a tömege és V a sebessége, akkor a lendülete vagy impulzusa M-szer V, és ahhoz hozzá lehet társítani egy hullámot, aminek a hullámhossza az impulzusnak a reciprokával arányos, az arányossági tényező a nevezetes Planck állandó. Ez a de Broglie féle hullám. Tehát a kvantummechanika szerint a részecskék egyszerre hullámok, cserébe a fény, amit eddig hullámnak tekintettünk, annak meg részecske tulajdonságai is vannak. Arról most nem beszélünk. Tehát a részecskéhez tartozó kvantummechanikai hullámra mindazok a dolgok érvényesek, amikről eddig beszéltünk. Ők is behatolhatnak a tiltott tartományba, és a megfelelően vékony rétegeken áthatolhatnak. Tehát behatol a tartományba, és elegendően keskeny falon áthatolhat. Melyik részecskékről van szó? Tessék meg ránézni még egyszer erre. Leginkább azoknál a részecskéknél lehet észrevenni, amiknek kicsi a tömege. Például az elektronokkal. Hát először ilyen típusú kísérleteket elektronokkal végeztünk. Nézzünk egy rettentően egyszerű dolgot, hogy mennek át az elektronok ott, ahol nem szabad. Hol nem szabad az elektronoknak menni, hol szabad? Fémben. A fémben szabadon terjednek, szigetelőben nem terjednek. Hogy kell a fémből szigetelőt csinálni? Tegyük ki a nedvességnek, és a felületén oxid réteg képződik. Közönséges oxid réteg az nem vezeti az áramot. Vegyünk egy villásdugót, dugjuk be a konnektorba, nem fog folyni az áram, mert a fém és a fém között ott van egy szigetelő oxid réteg. Elvégezzük a kísérletet, folyik az áram. Mi történt? Figyelembe kell vennünk azt, hogy az elektronok nem csak részecskék, hanem hullámok is. Íme itt a jelenség, ott a fém és közben van egy szigetelő. Ezt a klasszikus mechanika szempontjából úgy lehetne leírni, mintha ott lenne egy ilyen potenciálgát, mint amivel az elején foglalkoztunk. Adott energiájú részecske jön, és magasabb a potenciálgát. Klasszikus mechanika azt mondja, hogy a csokolom nem tudod mit csinálni, fordulj vissza, pattanj vissza, nem mehetsz át. De mivel, hogy az elektron ez egyben hullám is, ezért az ő hozzá tartozó hullámmal le lehet rajzolni azt, amit az előbb a fényjel, jön a hullám, behatol a tiltott tartományba, és ott elkezd csökkenni az amplitudója, ez egy exponenciális függvény szerint csökken, aztán nagyot sóhajt és kijön a másik végén, és onnantól kezdve az éppen ott aktuális amplitudóval rezeg tovább. Tovább halad, kisebb amplitudóval. Akik már valamennyit hallottak a kvantummechanikáról, tudják, hogy a hullám amplitúdója valószínűséget jelent, pontosan az amplitúdónak a négyzete jelenti a valószínűséget. Tehát, hogyha keresem, hogy mekkora valószínűséggel ment át a részecske, akkor ezt az amplitúdót kell méricskélni és négyzetre emelni. Tehát a részecske valamekkora valószínűséggel áthatolt. Most ezt nem ajánlom senkinek, hogy próbálkozzon, neki megy a falnak, ha egymilliószor neki megy a falnak, akkor abból egyszer áthatol. Azért nem ajánlom, mert sokkal kisebb a valószínűség. Tehát sok billiószor, kvadrilliószor kéne. Miért? Mert mi sokkal nehezebbek vagyunk az elektronoknál. Ha mi elektronok lennénk, akkor harmadszorra már sikerülne. Jó, de az a lényeg, hogy a fal elég vékony, és akkor át tudunk menni. Na most a villásdugónál az a helyzet, hogy ez a fal elég keskeny, jó magas, de keskeny, és akkor ez a csökkenés ez nem túl nagy. Tehát lényegében ez a kimenő amplitúdó az majdnem akkora, mint a bejövő, a csökkenés az elhanyagulhatóan kicsi. Tehát az alagút effektus segítségével át tudod bújni a részecske ott, ahol amúgy nem lenne neki szabad. Nézzünk egy másik nagyon egyszerű példát, és megint csak gyakorlati, ez pedig a részecske, vagy az atommagok alfa bomlása. Hogy néz ki egy atommag? Az atommag protonokból meg neutronokból, a protont azt én pirosnak rajzoltam, és pozitív töltése van. A neutronok azok meg semlegesek, és itt van egy ilyen jó nagy atom. Van egy másik nevezetes atommag, az olyan alfa részecske, ami a hélium atomnak a magja, két protonból, két neutronból áll. Képzeljük, hogy ez a két objektum közeledik egymáshoz, hát valamiféle kölcsönhatásba lépnek. Hogy lehet ezt leírni? Hát először is mind a kettő pozitív töltésű. Negatív dolgok nincsenek benne, csupa pozitív töltés, ezért elektromosan taszítják őket. Fölírhatja az ember az elektromos taszításhoz tartozó potenciál görbét, az jön ki, a Z az az atommagnak a töltése, 2 az ennek a töltése, szorzatok, E az az egységnyi elektromos töltés, és most udvariasságból nem írtam ki a 4pi epsilon-ult, amit az esiben kéne használni, mert egyébként. Ide írja az ember, hogy 1/R-rel arányos ez a dolog. Az ember lerajzolja azt a függvényt, itt a nulla környékén végtelenhez tart, és hogy 1/R-rel csökken. Ez tehát a potenciál. Ha innen érkezik az objektum, előbb-utóbb neki fog pattanni a potenciálhegynek, és visszaverődik rajta, ahogy ezt az előbb megbeszéltük. No, de az atommagok között nem csak az elektromos erők hatnak, hanem van az úgynevezett erős kölcsönhatás, amit másképpen úgy is mondhatunk, hogy nukleáris vonzóerő. Ezek a nukleonok vonzák egymást.
Mégpedig rendkívül rövasz módon egy nagyon egyszerű modellt lehet elképzelni. Tessék elképzelni egy bogáncsot. Mindenki látott már bogáncsot. Dobáljunk az űrbe bogáncsokat. Milyen kölcsönhatásban vannak ebben, most a semmilyenben. Így vidámon elrepülnek egymás mellett. Kivéve, ha véletlenül úgy dobom őket, hogy találkoznak, mert akkor összeragadnak. Azaz, amikor eléggé közel vannak egymáshoz, hogy összeérnek, akkor azok a szöszök összeragadnak és összekötik a kettőt, mondjuk egy atommagot képeznek a két bogácsból. Na, pontosan ugyanígy lehet leírni, csak egy kicsit több matekkel az atommagok alkotó részei közötti erőket. Tehát mondjuk egy proton meg egy neutron, amikor találkoznak, akkor valamilyen bogáncs módon, ha eléggé közel jutatjuk egymáshoz, akkor össze tudnak ragadni. A két protonnal nagy baj van. Két proton az amellett, hogy bogáncsszerűen vonzza egymást, amellett még taszítja is. Tehát, hogy közelednek egymáshoz, az elektromos taszítója már jó messzire elkanyarítja őket. Ha nem így lenne, akkor mi történne, akkor markoholcsó lenne az energia. Mert akkor már régen működnének a fúziós reaktorok, akkor közel mennének, összeragadnának, csokron megvan. Most viszont jól föl kell őket gyorsítani, hogy eléggé közel kerüljenek egymáshoz az elektromos taszítással szemben, és amikor már nagyon közel vannak, akkor működjön a bogáncs effektus és összeragadjanak. Ezen dolgoznak most már lassan 50 éve, és már alig 50 év is készen is lesznek. Hogy lehet lerajzolni egy ilyen kölcsönhatást? Úgy, hogy egy ilyen mély, de keskeny potenciál gödröt rajzolunk. Itt messze vízszintes, nem érzünk semmiféle erőt. Amikor odaérjük, akkor hoppszá beleesünk a gödörbe, itt hirtelen elkezd hatni a vonzó erő. Jó, ezzel lehet modellezni egy atommag részecskék közti vonzó erőt. Hát mit kell csinálni? Adjuk össze ezt a kétféle erőt, ami hat, az alfa részecske meg az atommag között. Ugye volt ez az 1/R-es potenciál, és van ez a lefelé menő gödör. Ez a piros görbe lesz az eredő. Tegyük föl, hogy ez az alfa részecske, ez közel van az atomakhoz, belül van a gödörben. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a magnak az egyik alkotó része, csak ott már éppen szeretne kiszabadulni a ketrezből. Úgy lehet lerajzolni, hogy ő neki van valamekkora energiája, itt van, itt mocorog, de mindig visszaverődik bent a falról, tehát benne van az atommagban. Akkor ez egy nagyobb atommag lett. No, de itt ez a fal. És a falon a részecskék nem, de a hullámok át tudnak szivárogni. De az alfa részecske, mint minden kvantumobjektum, egyszerre hullám is, ezért hullámként alagút effektussal kiszivárog a falon, és egyszer csak elmegy. El tud menni, energetikailag megengedett neki, csak hát ahhoz itt meg kéne mászni ezt a hegyet, ahelyett, hogy megmászna, hullámként átbújik az alagúton és kimegy. Persze a részletek bonyolultak, és ezt ki lehet számítani ebből a modellből. Milyen mély volt a gödör, mekkora volt az átmérője, mekkora volt a töltés, abból ezt ki lehet okoskodni, hogy pontosan hogy néz ki ez a potenciál, és a kvantummechanikában vannak képletek, amiknek segítségével ki lehet számítani, hogy mekkora ennek a valószínűsége. Amikor ezt először kiszámolták a 30-as évek végén, aztán a 40-es évek elején, George Gamow volt az egy orosz származású amerikai fizikus, akinek három különböző okból kellett volna Nobel-díjat kapni, de igazságtalan a világ ezért egyet se kapott. Tehát egyébként közepét az ősrobbanás is ő találta ki. Tehát ezt az alagút effektust is ő fedezte föl, és jött rá arra, hogy ezzel például az alfa bomlást is ki lehet számítani. Tehát ebből a modellből ki tudja számítani, hogy milyen valószínűséggel megy ki a magból az alfa részecske. Minden nagyobb a valószínűsége, annál rövidebb ideig él az a mag. Ugye mire lehet lefordítani? Tanultuk a rádióaktivitásnak a törvényét, az atommagok elbomlanak, egy felezési idővel lehet jellemezni, hogy egy adott időszak alatt az atommagok hányad része bomlik el, vagy mennyi idő alatt bomlik el az atommagoknak a fele. Minél nagyobb a valószínűsége ennek a bomlásnak, tehát hogy kicsusszanjon az alagúton a részecske, annál rövidebb a felezési idő. Tehát ebből a modellből viszonylag pontosan meg lehet becsülni azt, hogy egy adott típusú atommagnak mennyi a felezési ideje. És tényleg ez a jelenség működik. Na hát akkor már csak arról van szó, az van hátra, hogy kémkedjünk egy kicsit. Használjuk ezt az effektust, az alagút effektust. Használjuk először a teljes visszaverődést. Vegyünk egy vékony üvegréteget, és ebben eleszünk be elég lapos szögben egy fénysugarat. Akkor ez a szög, ez nagyobb lesz a teljes visszaverődés hatásszögénél, akkor az történik, hogy itt oda-vissza verődik, és nem megy ki ebből a rétegből. Csináljunk egy még ügyesebb dolgot, egy ilyen nagy vékony réteg az nem olyan jó, csináljunk egy üvegkábelt, egy ilyen hengeres üvegdarabot, amiben megfelelő lapos szögbe eresztett be. Úgy szokták csinálni, hogy két különböző üveg van, egy belső, meg egy külső, az egyik mint héj veszi körül a másikat, és a belsőben ide-oda pattog a fény, itt történik a teljes visszaverődés,
és akkor ennek a versenyben működik, megy tovább a fény. Lehet olyasmit is csinálni, hogy folyamatosan változó törésmutatót, akkor úgy kell, hogy valamiféle anyagot kívülről belediffundáltatnak az üvegbe, és az változtatja a törésmutatót, akkor nem éles törés lesz ezekben a pontokban, hanem így hullámozva megy benne a fény. Ezt nyilván olcsóbb megcsinálni, ez meg elegánsabb. Tehát a törésmutatónak a változás akkor nem ilyen lépcsős függvény, hanem ilyesmi. Amikor ezt gyakorlatilag elkezdték csinálni, akkor az volt a baj, hogy a fény az üvegben elnyelődik. Ugye ez ideális hullámokról volt szó eddig, tehát a vastag üveg elnyeli a fényt. A víz is átlátszó, de mégsem látunk be a tengerfenekéig, mert a fénynek valamekkora része elnyelődik. Hát mit kell tenni? Tegyünk bele erősítőket. Megérkezik a üvegkábelen a fény, akkor ide teszünk egy erősítőt, megméri, aztán kibocsát ugyanolyan fény, csak sokkal erősebbet. Akkor megint egy idő után megint oda teszünk egy erősítőt, és így tovább. Ennek az egésznek az alkalmazhatósága azon múlik, hogy mekkora az az eltávolság. Amikor ezt a 60-as években elkezdték csinálni, az elég vékony kis kábeleket, akkor 20 méter volt az el. Tehát 20 méterenként kellett tenni egy erősítőt. Hát ez nem túlságosan gazdaságos. Képzeljünk el, ebből építünk egy hosszú kábelt, lelógatjuk a tenger fenekére, és akkor még ilyen pót áramot kell beletenni, hogy ott lámpák működjenek és erősítsük a fényt. Aztán a 60-as évek végén egy okos ember rájött arra, hogy megfelelő módon lehet nagyon tiszta üveget gyártani. És a nagyon tiszta üvegben ez az L, ez 100 méterekre esetleg, vagy 100 kilométerekre, 1000 kilométerekre nőtt meg, és ekkor már gyakorlatilag alkalmazhatóvá vált, például a tenger alatti üvegkábelt. Itt ebben az épületben van az internetnek az egyik ilyen budapesti központi állomása, itt halad át a nagy üvegkábel. Néhány szobával odébb itt a földszinten, egy kis vékony kábelke, és az ember úgy érzi, hogy ezen lüktet át Magyarország teljes adatforgalma. Egy ilyen kis kábel, nekem egyszer a kezembe adták, hogy húzzam ki, úristen, megszakítom Magyarország teljes adatforgalmát, de persze ez ravasz, mert kör alakban van kapcsolva, hogyha erre nem mehet tovább, akkor az automata átkapcsol, és a másik irányba ment tovább. Kiderült, hogy minden látogatóval ezt csinálják, hogy kihúzatják, visszadugják, és akkor érzi az ember az isteni hatalmat a kezében, és a rengeteg bitet. Na szóval egy ilyen kis kábel, ugye, mióta ezt kitalálták, azóta ebből óriási iparág és informatikai forradalom lett, tehát nem véletlen, hogy az idei 2009-es Nobel-díjat az ilyen üvegkábel technikai fejlesztésért adták annak a fizikusnak, aki rájött, hogy hogyan lehet olyan üveget csinálni, amivel már nagyon hosszú távolságokon lehet információt továbbítani. Ennek az alapja tehát ez a teljes visszaverődés és jelenség, amiről beszéltünk. Na de nézzük meg közelebb, hogy mi is történik ott, ahol a fény visszaverődik. Hát pontosan az, amiről az előbb beszéltünk, a fény az hullám, ezért ahol a teljes visszaverődés jelensége zajlik, ott a hullám behatol ebbe a külső falba, gyengülve megy kifelé, gyenge csillapodó hullám, miközben itt megtörténik a visszaverődés. Mit kell csinálni? Az ember oda megy és ráépít egy ilyen kis berendezést. Tehát gyakorlatilag dalopozzunk, így rácsattintjuk, biztos a kis berendezést a Hongkongba gyártják, és $2 lehet kapni. Az ember így rácsippantja. És mi történik? Hát itt ez a kimenő hullám átszivárog ebbe a másikba, az maga szintén egy ilyen üvegkábel megy, és ott azon van egy erősítő, aztán tovább küld, és a lopott jel az akkor már vidáman erősen tovább megy. Én megkapom itt a jelemet a drót végén, miközben aki az én tőzsdei manővereimre kíváncsi, az szintén megkapja, hogy mit üzentem a brokeremnek, hogy mit vegyek a New York-i tőzsdén, és ő hamarabb megveszi. Stimmel? Így lopják az információt. Mit használtak ki? Azt, hogy az információ bár továbbment, egy része, egy kópiája kiszivárgott az alagúton. És az alagúton el lehetett lopni. Hát ugye nem a csapon csapolták, hanem az alagúton. Az alagút effektus erre is jó. Hú, hát baj van. Természetesen ezt meg lehet akadályozni, mit kell csinálni. A közönséges a klasszikus optika és optikai jelenségek helyett át kell térni kvantuminformatikára, amiről 2010-11-es atomcsillel fognak majd egy előadást hallani. Köszönöm szépen a figyelmet!